Omisuusataulua mukailtim. Jukuta sim. Omisuutaulua kasanunut te kätiset. On viimein, sakitymme. Omisuutaulua kamatumme kaiftim. Omisuutaulua kas ui food bi max. Itiupakit apapajuus kaiftim. Omisuutaulua avia.
egyszerű tölteléket, de tényleg nem nagyon tudok elképzelni. Ugye gyakorlatilag a suri tetej van benne, a citromlé, meg a tojássárgaja, a négy tojássárgája természetesen. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor erre egy utolsó keverés, és akkor már keverés. Valószínűleg már meg is sült a kekszmorzsás tészta réteg, ugye ez 10 perc összesen. Ezt csak elő kell sütni, mert utána még egyszer 10 percre majd megy be a sütemény. Ezt ugye leteszem. És gyakorlatilag erre ráöntöm ezt a kis zöld citromos, pikás, édes, savanyú krémet. Tölteléket ráöntöttük tésztakéregre. Ugye azt látták, hogy ez viszonylag lapos pite lesz, tehát ugye ezt ne úgy képzeljék el, hogy egy ilyen jó vastag krémréteg lesz rajta, de hát elég tömény ez a krém, úgyhogy ebből pont elég lesz, meg ez látványra is egy ilyen szép, elegáns, lapos sütemény lesz, amit majd cikkekre lehet vágni, lehet díszíteni. Ez most így, ahogy van a töltelékkel együtt, megy vissza a sütőbe 10 percre, úgyhogy nem kell neki nagyon sok időszállítani, a fokon 10 perc. Elég jó kis krém egyébként, mert 10 perc alatt tuti biztosan megdermed, tehát tényleg nem nagyon lehet elrontani, simán kezdőknek is ajánlom, tényleg teljesen elronthatatlan, ugye lehet látni közelről is. Igazság szerint ezt teljesen le kell hűteni, sőt, szerintem minél hidegebb, annál jobb. Nagyon sokszor Amerikában találkoztam egyébként ezzel a sütivel, hogy fagyasztva, tehát hogy fagyasztóba beteszik, akkor majdnem olyan, mint hogyha egy ilyen citromos, citromkrémes parfét enne az ember, nagyon-nagyon-nagyon finom. Úgyhogy ezt le kéne hűteni, de én most szeretném önöknek megmutatni, hogy hogy néz ki, úgyhogy annak ellenére, hogy tűzforró a torta forma, azért megpróbálom valahogy kivarázsolni belőle, hogy legalább lássák, hogy a krémnek milyen állaga van. Legszabályosabb citromkrémes tortája lett, de azért szerintem látják ugye itt az állagát is, hogy ez mennyire krémes, mennyire light, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. És átteszem a tortaállványra. Bevallom őszintén, hogy én nagyon szeretem itt teljesen simán, mert nekem nem hiányzik róla, hogy díszítsem, de egyébként persze lehetne rátenni, hogyha nagyon látványosan szeretnék tálalni, hogy málnát, eprelt, ribizlit, pici mentát esetleg, dobára vágott pisztáciát, tehát hogy egy picit színben is ugye kontrasztosabb legyen, de szerintem azért így is látszik a lényege ennek a zöld citromos pitének. A mézőzatállóak a tamukáért tém, jukúta szim! A mézőzatállóak az új Food B Max. A mézo esze ötözőte a széka, és az eszkolótó mézo tóta. A mézo tanulóak a szanonitekertészet. A szépen kiszakítőme. A mézo szatanulóak megfogott a krémlevesz. A mézo tanulóak a púszió szakítőme, az elletóx. A mézo szatanulóak a nama, nama az étem. Itt jó pakét a papajuszkájf, Tim.